Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy üzenet a Bibliából. Hogy milyen üzenetet kapunk, ezt én sem tudom, hiszen én ezt nem tudom befolyásolni. Ugyanúgy, mint a képeket. Az utóbbi időben kapok egy képet, vagy többet is, amikor becsukom a szememet. Ez olyan, mint egy képes lap. És én úgy gondolom, ezek a képes lapok nem csak nekem szólnak, hanem neked is. Ezúttal 4 képes lapot kaptam. Lehet, hogy a képek összefüggenek. Az első képen volt egy fiatal hölgy, aki a földön feküdt. Mellette ott volt egy üres szék. Ez a szék szimbolizálja az ő helyét, hiszen szeretné elfoglalni a helyét az életben. Ez lehet a munkahely, a hivatás, a párkapcsolat, a lakhely vagy családi kapcsolatok. De ennek a képnek 2 jelentősége van. Vagy lezuhant a székről, elveszített valamit, a munkáját, a kapcsolatokat például, vagy azt is jelentheti, hogy tervez valamit. El akarja foglalni a helyét az életben. De mielőtt cselekszik, kell, hogy kipihenje magát. Nem szabad elsietni a dolgokat. A második képes lapon volt egy koktélos pohár, és jobb oldalon a pohár mellett volt 3 szív. Sárga színű szív, vagy olyan ragyogó, mint a nap. És a szívek azok különböző nagyságúak voltak. Én ezt a koktélos poharat, meg a szíveket, ezt összefűzöm egy szerelmi kapcsolattal, vagy lehet egy meghívás, egy ünnepség, ami szívből jön. Tehát elfogadhatod ezt a meghívást. Ez lehet egy meglepetés is. A harmadik képen volt egy fehér színű bársony párna. És ezen, olyan kisebb párnán volt egy kulcs. De nem olyan volt a kulcs, mint ahogy mi ismerjük, hanem sokkal nagyobb. Olyan volt, mint egy művészi alkotás. Én ezt a kulcsot úgy láttam, hogy itt kinyílik egy kapu. Ez lehet egy kastély, ez lehet egy vár is. Tehát itt vannak magas tervek, ami elérhető, hiszen a kezedbe veheted ezt a kulcsot. A negyedik képen volt egy nyitott esernyő, gyönyörű színekkel és fénnyel. Olyan káprázatos volt ez a kép, ez az esernyő, és ha nyitott az esernyő, akkor óv bennünket, például az eső ellen. Tehát valaki óv bennünket, és mivel olyan fény volt ezen a képen, ez lehet az égi hatalom is. Te hogy látod ezeket a képeket? Hogyan szól hozzád? Leírhatod a kommentárba. Köszönöm szépen! És most kinyitom a Bibliát, és kíváncsi vagyok a mai üzenetre. Te valami miatt szomorú vagy, és van a környezetedben is valaki, aki szintén szomorú, de ez a szomorúság elmúlik.
Vannak céljaid, vannak feladatok, és ezeket el fogod érni. Hamarosan aktív leszel. Az országban van nyugtalanság, vannak viták, és a király az szeretné megőrizni a trónját. Neki vannak ellenségei, akik azt szeretnék, hogy ő lezuhanja. A király tudja ezt, tudatában van ezzel, és megőrzi a helyét. Ez másoknak bizony nem tetszik, de nem tudnak olyan gyorsan cselekedni. A király ezt igazságtalannak tartja, de nagyon magabiztos. Azok, akik vidéken élnek, segítenek neki. A vidékiek erőt adnak neki. Ami téged illet, légy kicsit visszahúzódó, hamarosan történik veled valami jó, ez nagyon kellemes lesz számodra. És ez volt az üzenet a Bibliából. Köszönöm a figyelmeteket, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!